illetve egy köznek hallgatáson önök bármilyen kérdést követelnek ezzel a létesítő beszélgetővel kapcsolatban. Itt majd, ha megjelenik korábban, akkor be fogom mutatni a munkatársakat, a katasztrófavédelemről és megközszolgálatról is. Most inkább csak azért beszélek, hogy ezzel is felé az idő, és utána ez az első kérelmi pontban lenne, átcsapnánk falügyülésbe. A falügyülés pedig arról szól, hogy bármilyen kérdés, ami ugye önökkel felmerül, most itt az alkalommal tudják őket tenni, és fel tudják tenni, hiszen ha már így összegyűltünk a beszélés és a létesítése kapcsán, akkor véget lennek ilyen kezdő lehetőséget, hogy van sok kérdezéssel. Úgyhogy ezzel pedig megvan az este forgatókönyve, és ahogy megérkeznek a katasztrófavédelmi munkatársak, és kezdjük az első kérdő ponttal, hiszen azt szeretnénk, hogy az elmenjen ugye minél hamarabb, és ez a jó szóra, nyilván a kérdéseket nem kell végig alá rejteni, hanem a mentőszolgálat munkatársaival, illetve a katasztrófavédelmi munkatársaival nem fáradnánk el a falügyülés. Nem azonban csak kimaradnánk, és ott meg ugye minden más, ami a település életével, az önkormányzat működésével, a közös hivatal működésével, illetve bármivel kapcsolatos, ezt tudok majd a kérdéseket. Úgyhogy nagy vonalban ez lenne a menetrend, és várjuk, hogy itt megjelent az önkormányzat munkatársak. Addig pedig lehet egyébként többet pedig beszélgetni. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a községünk lakosságát, akik megjelentek ezen a közmeghallgatáson, amely a Prímányerdő ZRT által a Csengerek 0-167 per 1-es kerkezi számú területen kialakuló kategória felüli gázcsövetelet létesítésével kapcsolatosan összehívva. Kérem, engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem meghívott vendégeit, nyilván ez az engedélyezési eljáráshoz kapcsolatban vannak most itt velünk. Túri Mihály ügyletvezető mentőtiszt, Kisteki Mentőszolgálat, Dr. Kincses László, a Kisteki Mentőszolgálat vezetője, Apukas Lukács, a Prímány Energia biztonsági vezetője, Gárti Ádám a lezetetes úr a katasztrófavédelemtől, Ménesi Zoltán a lezetetes úr szintén katasztrófavédelemtől, 105-ös úr Bankmasi Ádám, aki szintén a katasztrófavédelemtől, és képviselőtestületünk tagja, illetve a jegyzőt, amit már mondhatjuk, hogy önöknek tiszteletben köszöntöm őket is, és ezzel közmeghallgatást, aminek ez az egy napi rendi pontja van, megkezdenénk, és igazából az a legjobb, hogy én átadom Gárti Ádám alezetetes úrnak a szót, és sokkal jobban el tudja mondani azt, amit ezzel a létesítendő veszélyes üzemmel kapcsolatosan még tudni érdemes, és utána pedig lehetőségük lesz bármilyen kérdést fölvenni az üzem létesítésével kapcsolatosan.
az üzenet bemutatásához pedig Agul Sóbertnek adnám át a szót. Jó napot kívánok! Mindenkit üdvözlök, én is. A Prima Energia elmondotta, hogy a Csongrád megyében egy depó fog létesíteni. És ez a depó helyszínéből a Csengelein felelődést választotta, és egybeesett, hogy a lakos területtől több mint másfél kilométerre van, hogy tudtuk találni ezt a néhai telt helyet, ami az autópálya a strapacsapat előtte volt. Ez kellő távolságot biztosít ahhoz, hogy lényegében ez egy kiemelt kategória, hogy cseretetlen legyen. Ez azt jelenti, hogy itt per pillanat 31 ezer darab palackot tárolunk. Ez azt jelenti, hogy a holtitöltésünket, ami gyöngyös mellett van, megtöltött a palackot, és tankkal vagy autóval, kamionnal ide szeretnek haladni. És ezeket a palackokat másnak elviszik a Csongrád megye, Átkiskú megye, Békés megyei Csepelekbe. Tehát itt különösebben mozgatás lesz, tehát az egyik autóról lerakják, a másik autóra átrakják, de maga fizikai munka nem lesz a palackokkal. Palackokkal természetesen zárt rendszerben működnek, tehát mindenki gondolom, hogy használni fog. Tényleg palackot, ez azt jelenti, hogy el van zárva, akkor rajta van, originál eszközök rajta vannak, dupla biztonság van rajta, ilyen szempontból egy nagyon biztonságos lényeget tárlás van. Tehát ezek a feladatok lesznek, mi próbálunk ennek megtalálni, a szervezetet megtalálni, kellő távolságot tartunk a lakott épületektől, környezetet nem szervezünk, meg különösebben munkavégzés nem folyik, raktározás van, illetve szállítmányozás. Ezen a feladatokon. Köszönjük, sajnálom a szót. A szegedési eljárás kapcsolatban annyit szeretnék még elmondani, hogy onnantól kezdve, hogyha az üzem az engedélyét megkapja, akkor 5 évente minimálisan felül kell vizsgálnia ezt. A településre külső védelmi terv is el kell, hogy készüljön onnantól kezdve, hogy az engedélyét megkapja 6 hónapon belül, és ennek évi gyakorlati kötelezettsége is van. Az üzem életében a hatóság folyamatosan jelen van, minimum évente időszakos hatósági ellenőrzést kell megtartsunk. Ennek célja az, hogy az engedélyési dokumentációban megfelelően kell, hogy működjön. Alapvetően a mi eljárásunkról két dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik, hogy kockázat szempontjából nekünk azonosítani kell az úgynevezett egyéni kockázatokat. A mi elfogadhatósági jogszabályban rögzített kritérium rendszerünk, ez a 2 millióra tevődik, az egyik az egyéni kockázatoknak az értékelése, ami egy az országos szervezet által elfogadott szoftver segítségével kell, hogy bemutassa a kockázatokat. Itt olyan engedélyezési kritériumokra gondoljanak, hogy az ott élő lakosság, ami érintett, az úgynevezett 10-6. Eseményben év értéket nem hallhatja meg, akkor feltétel nélkül elfogadható az üzenet. Hogy ez mit is jelent? Nem ilyen csúnya számokkal kifejezve. Az azt jelenti, hogy 1 millió évente lehet olyan esemény, ami halálozási kockázatot jelent. A feltételek elfogadható kategória pedig a 100 000 évig menne le. Ha ez ennél sűrűbben lenne kockázatoként azonosítva, akkor nem elfogadható az üzem. Ha a kettő közé esik, akkor egy úgynevezett feltételre elfogadható kategória, akkor elő kell írjunk az üzemeltetőnek kockázatcsökkentő intézkedést. Hát ez volt az egyéni kockázat, ahol a területen, illetve vannak környékén élő lakosoknak figyelembe véve. Társadalmi kockázat az egy picit más, ott pedig mindenkit figyelembe kell vegyünk, akik akár időszakosan is jelen vannak. Nyilván ezen a területen sok minden, amire a jogszabályokat ér, nehezen értelmezhető, de itt a bevásárló központoktól kezdve a munkahelyek,
közúti közlekedése, bármi egyéb olyan időszakosan akár jelenlevő, de nagyobb tömegeket is figyelembe vesz, akiknek kockázatot jelenthet az üzemben a működése. Itt nem ilyen számokról beszélünk, itt nyilván minél több lakos, illetve ott közelében tartózkodó személy érintene, annál kevésbé elfogadható. Ez egy úgynevezett FN-görbe, amit nekünk figyelnünk kell. Jelen pillanatban a mostani biztonsági dokumentáció tartalma szerint feltétel nélkül elfogadható kategóriába esik ez az üzem. Én röviden úgy gondolom, hogy ennyit szerettem volna elmondani a mi engedélyezési eljárásunkról. Azt hangsúlyozom, hogy jelen pillanatban ez folyamatban van még. Van olyan része, amit hiánykódot adtunk, tehát kiegészítettük még ezt a dokumentációt. Ennek a tételesen bemutatásáról nem beszélhetek a jelen eljárásban. Ami biztos, hogy amikor az üzemeltető az ő által bemutatott állapotot mielőtt megteremti, nekünk még egyszer a helyszínen ellenőrzést folytatjuk, és úgy az alapján fogjuk tudni majd az engedélyező határozatokat esetlegesen kiadni. Én azt szeretném kérdezni, hogy önök részéről van-e kérdés, szeretnének-e valamilyen témában, tárgyban érdeklődni, vagy a véleményüket részünkre átadni. Több lépcsőből áll egy veszélyes üzemnek az engedélyezési eljárása, illetve sokszor azt mondom, hogy igen, az engedélyezési eljárás alapvetően az arról szól, hogy bizonyos kockázatokkal a jogszabály szerint tud-e működni és engedélyt tud-e kapni egy veszélyes üzem. Itt nyilván teljesen egyértelmű, hogy az önkormányzat, illetve a lakosok, vagy a jelenlevő munkavállaló dolgozók, vagy említettem bárki, aki a területen érintett lehet, azoknak a védelmét vesszük figyelembe. Amikor a engedélyezési eljárás lezárult, tehát engedélyt kap ez a felsőfokú veszélyes üzem működésére, akkor ettől független eljárásban valóban ezt jól tudja látja, hogy veszélyesi művezeteket jelöljünk ki. Ez belső, középső és külső zónára esik. Ez még mindig nem a még egy lépcsővel arrébb levő, amikor majd említettem már, hogy külső védelmi tervet készítünk, ott megint más területek lesznek. De ezek a veszélyességi övezetek alapvetően már az üzemműködését is védik egy picit. Én megint csak azt mondom, hogy nem a jelenlegi beruházásnak a kapukója,
Gyakorlatilag egy tudatos tervezés van benne, és ez megint csak Európai Uniós irányelv, ez nem magyar jogszabály kitalálmánya, hanem ez egy kötelező hazai jogrendbe ültethető elvárás, hogy azok az üzemek, akik a beruházásaikat megtervezik, hosszú távon tudjanak ott működni. Tehát ez nyilván azért a jól felfogott érdeklődik is, és valóban vannak bizonyos előírások megfogalmazva, hogy milyen beruházásoknak költözhessenek oda. Viszont a jogszabályban ez nem exakt tiltás. Ebben nincsen senkinek szakmatósága jogköre. Én azt mondom egy picit, hogy sajnos nekünk sem. Tehát jelen pillanatban tartalmaz a jogszabály egy olyan utalást, amit mondjuk, hogy jó, ha betartanak. Tehát ezt körülbelül így kell elképzelni. Ez nem olyan exakt tiltást jelent, hogy már pedig nem épülhet láza a mostani felsőtűzős veszélyes üzem mellé, hanem ez gyakorlatilag egy elvárás, amit tartalmaz a jogszabály. És akkor gyakorlatilag azért ezt is azt mondom, hogy kicsit legyen közérthető. A külső zónában most nagyon csúnyán fogalmazok, szinte bármit lehet építeni. A középső zónában vannak már bizonyos megkötések, de itt is úgy képzelje el, hogy a 100 fő alatti munkahely létesítés az megenged. Tehát azért ez nem úgy igaz, hogy teljesen elutasítja a jogszabály is, vagy ez az ajánlás, mondjuk így. De első zóna nyilván ez a legkisebb zónája lesz, ott már valóban lakóház, szálloda és nyaraló mondjuk nem ajánlott. Tehát ugye így fogalmaz a jogszabály. De már a munkahely parkolókra, a kiskereskedelmi üzletekre nincs ilyen tiltás, ez pontosabban a mi kockázatunk. Nem gyakorlatilag nekünk egy kis pluszpontra, meg kell mutassuk azt, hogy ez milyen társadalmi kockázatot jelentene, ez hogyan módosítaná ezeket. És akkor össze kell lőjön egy bizottság, egyébként hasonló körben, mint akik jelen vagyunk, illetve akik majd a külső védelmi tervezésben is részt vesznek, és ott kell egy döntésre jutni. Még egyszer mondom, annak nincsen jogszabályi kötelme. Tehát gyakorlatilag én, mint hatóság, ott már nem mondhatom meg azt, hogy nem épülhet meg mondjuk egy lakóház mellett. Ha közterületeket és főközleket is úgy vonalat mondok, szintén nincs exaktul benne a jogszabályban, hogy ez nem ajánlom. Gyakorlatilag, ha a belső zónát mondok, akkor tömegtartózkodásra szolgáló építményről beszélünk, ami azt jelenti, hogy 300 főnél nagyobb befogadó képességű rendesítményben építhető, pontosabban nem ajánlom, illetve szállodna a nyaralú lakóház. Hát, amit ön mondott, nem tényleges tiltások vannak benne, de valóban a település szerkezeti tervben ezeket a zónákat majd a későbbiekben fel kell vezetni. Erről nyilván fogunk most tájékoztatást adni, viszont ez a terület lehatárolás a jelenlegi engedélyi eljárások után következik. Tehát exaktan azt nem tudom önök megmondani, hogy ezek a zónák mekkorák lesznek. És bocsánat, a közúttal volt még egy észrevétele az első, ezt viszont nem tudom saját hatáskörben megítélni, hogy ez mit fog jelenteni, tehát ezt mi nem nézzük, és nem részletes. Köszönöm szépen! Egyébként az értéken aztán meg, mert az autópályán egy főhajtási lehetőség, az intézményi főhajtási lehetőség, amúgy meg egy befektetési terület, jelenleg egy üres befektetési terület. Ha ez a későbbiek során beleesik egy védőzónába, onnantól fogva kérdés lesz majd, hogy a későbbi fejlesztések, milyen építkezések, vagy mi egyáltalán oda költözik, vagy ott mi valami költözik, de ahogy a szabai jól érte, ez majd miután az egész lezajlik, utána fog kiderülni, hogy a védőzónába beleesik-e az utáni főhajtó, vagy nem, hogy a mellett elérő tervezetek is igen, és bocsánat, ennek jó és érdemet. Köszönöm szépen, hogy ennyi szerintem nehezett volna hatva beszélni, de gyakorlatilag azt azért próbáltam érzékeltetni, hogy ez nem jelenti azt, hogy ki van zárva az a terület. Tehát itt azért több száz fő is befogadó létesítmény, ami azt mondaná, hogy nem ajánlja a jogszabályt. Akkor sem azt mondja, hogy tilos. Egyébként mondom még egyszer, ez szerintem jobb lenne exaktul és hatóság hatáskörhöz kötni, de gyakorlatilag most, ha egy lehajtónál egy benzinkútról beszélünk, ne ez nem tudom elképzelni, hogy ne épül a sem a benzinkút. Jó, ezt meg példát hoztam most. Nagyon szépen köszönöm, hogy egyszer köszönjük szépen a hozzászólást. Igazából én egy picit most azért beszélek.
készül, nyilván ezek a beruházások ennek a hozománya, hiszen a Prima Energia is, amikor ezt a területet úgymond megtalálta, eltalálta erre a területre, a szakemberek, akik logisztikával foglalkoznak, azt mondták, hogy hát ez isteni helyen van, tehát nem kell átmenni semmilyen falun, közlekedésükkel nem zavarnak senkit, ott a területet kikocognak az autópálya fölhajtói, fölhajtanak és mennek tovább. A lezredes után elmondottakból pedig nekem ugye az jönne, hogy miután ezek a biztonsági zónák, ez a külső, középső biztonsági zóna meghatározásra kerül, oda igazából nyilván nyaralót nem szeretnénk, vagy ez nem annyira tipikus, hogy ugye a nyaralót terveznénk, viszont bármilyen más ipari, kereskedelmi üzem létesülhetne, és valahol ugye ez nekem egy nagy veszőparipám volt, és most is az, hiszen a település lakosságnak a képességét úgy lehet erősíteni, hogyha egy helyben próbálunk munkahelyeket teremteni. Amit a kormányos úr mondott, hogy az iparűzési adó, az is egy nagyon fontos momentum, de én sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy azokat, akik helyben laknak, itt élnek, ne kelljen nekik más településre elmenni, és nyilván úgy, ahogy most másik cég is, majd a falugyűlésen erről is fogok beszélni, jön ide, és azzal, hogy ide települít, hoz létre egy olyan raktározási üzemet, nem sok csekély pár munkahelyet teremt, de itt is, tehát a Prima Energiánál is nyilván lesznek olyan munkakörök, amelyeket emberekkel szeretnének betölteni. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, és mindenképpen ez a településnek, a lakosságnak a képességét előre felmozdítaná. És most nem szeretnék hosszabban beszélni, pont azért, mert önökön van a sor, hogy bármilyen kérdés van, tényleg bármilyen félelmük van ezzel kapcsolatosan, ezzel a létesítendő gázdepó telepen, nyugodtan tegyék fel, hiszen ezért vagyunk itt most. Gondolom, hogy a nyilvános vágyalatot benne van, tehát gondolja, hogy utána, ha kikeressünk gyorsan, és szerintem akkor is benne van, meg
Tehát ezek, hogyha ezt nekem nagyon egyszerűen el tudnám mondani, hogy ezek egyébként méterre vetítve. Ezek hogy néznek ki az üzemkörülön, vagy egyáltalán így kell ezt elképzelni, vagy hol? Különös figyelemmel az imént azt mondta, hogy a belső zónában lakóház sem épülhet, ha jól gondolok. Vagy nem ajánlok, jobban mondom. Na most a kérdésednek a lényege az lesz, hogy azokkal az emberekkel, és azokkal a lakóépületekkel, amik a legközelebb vannak ez az üzemhez, és bár még egyszer mondom, hogy nem vagyok szakember, de ezen a biztonsági jelentésben a halálozási valószínűség az 215 méterre a repesz kilepülése a felsőválasztásra, tehát 215 méterre határozott a szakértő nyuga. Na most történetes volt az ügyfelem, és nincs is egyedül, ezen a körön, sugarú körön belül van. Tehát erre figyelemmel a belső, középső és külső zónát magyarázza már el nekem, legyen széles, hogy ez hogy néz ki, és az építési korlátozásra kilalódnak az ajánlás, amit nem is egzaktul fogalmaz a jogszabály, ahogy ön mondta, ez hogyan alakul. És itt a kockázati tényező. Lenne még egy kérdése, már csak azért szeretném ebben feltenni, hogy önnek is könnyebb, hogy önöknek könnyebb legyen erre válaszolni, hogy nyilván ez a halálozási ráta, vagy valószínűség egy esetleges robbanásnál. De ennek az üzemnek, gondolom ezzel mindenki tisztában, hogy van egy járműforgalom, az úr itt az imént szintén elmondott, van egy hangszennyeződés, és gondolom van egy porszennyeződés is. Túl azon, hogy az embereknek, az itt élő embereknek az életminősége, nyilvánvalóan ezért költöztek valószínűsíthetően ide, a természet a csendesen nyugodó miatt, ez nyilvánvalóan mindentől kezdve talán nem az általunk elvárulóan fog bekövetkezni, illetve nem az általunk elvárulóan fognak itt a továbbiakban élni, de ennek esetleg decibelt mértek-e egy hasonló volumenű, hasonló kaliberű üzemnél? Mert nyilvánvalóan itt egy hangszerkezetésen is azt gondolom, hogy mindenféleképpen számolni kell, illetve nyilván egy rezgéssel esetleg, amit a járművek keltenek. Nem tudom, nem vagyok szakember, ezek csupán ezek a kérdéseket kívánolnak, és ezekről, hogyha is amennyiben van ilyen vélemény, vagy van ilyen szakértői vélemény, azt hol lehet megtekinteni, és azt nyilvánossá teszik önök, tekintettel arra, hogy ez a lakossági tájékoztató. Talán egyelőre egy levezető műelnök, úgyhogy köszönöm szépen. Menjünk egy kicsit részletesebben végig az engedési eljárásnak. Tehát gyakorlatilag én említettem olyat, hogy jelen pillanatban alkotott egy engedési eljárás folyamatban, ahol nagyon-nagyon sokrétű a hatáskörünk, illetve azok a területeket, amiket vizsgálni kell. Mégiscsak azt mondom, hogy ami alapkritérium, tehát az, ami gyakorlatilag alapkritérium, és amit a amit a katasztrófa védelem kizárólagos hatáskörében ellenőriz, és gyakorlatilag a kimeneti kritérium, ez ahogy mondtam, van egy egyéni kockázat, ami megállapítható, illetve van egy társadalmi kockázat, ami megállapítható. Az engedélyezési feltétel az ez. És én ezzel mondtam azt, hogy lekeverjük utána a következő lépcsővel, ami egy külső, belső és középső veszélyességi zónát határoz meg, az nem az engedélyezési feltétel, része. Gyakorlatilag, amit ön lát, a levezeti az üzem a repesz méreteket, hogy melyik, milyen távolságban képes akár eljönni. Erre milyen valószínűség van. És gyakorlatilag az a valószínűség, én úgy gondolom, de ezt most bocsásson meg, mert elég hosszú a táblázat, és nincs előttem fejben mondom, hogy erre 10-7-en értéket határoz meg. Tehát itt még mindig csak ott vagyunk, hogy azonosít egy veszélyforrás, azok az kockázatokat ad, de nem vezeti le végig, hogy ez mit eredményez. Tehát gyakorlatilag megnézi az összesített szumma eredménye, amit jelen dokumentációval lát, és ezt a nyilvánosban is látja, az picit puskázott, 2,35
5×10⁸ határérték. És akkor ezt megint lefordítanám, jó, egy kis lenézhető nyelvre, ez azt jelenti, hogy 2,35 esemény következhet be, és egy picit számolnom kell. Százmillió évente. Tehát ez nagyon-nagyon messze van az együttközési kritériumtól. Ahogy mondtam, az engedélyési kritérium az az, hogy egy esemény következhet be 1 millió évente. Tehát gyakorlatilag ezzel az üzemeltető, a társadalom az egyéni kockázatban feltétel nélkül megfelelhetetlenül. Tehát amit ön kérdez, az csak a levezetése volt, amit ön táblázatot lát, és ahhoz rendel egy kockázat. De az összesített érték, az pedig ez, ami biztos, hogy benne kell legyen, hogyha tovább lapozni, és meg van jelenítve egyébként térképes lefedettségi terület szinten, az ennél kisebb gyakorlatilag, ami az elfogadási kritérium nem jelenthető meg, nem hagyja el az üzemterületet. A másik... Bocsásson, hogy ehhez még csak annyit fűznék hozzá, hogy nyilván az engedélyezési eljárás. Most akkor felelősségteljesen ezt nem tudja kijelenteni, hogy nulla annak a kockázat, hogy az ügyfelem esetleg egy robbanás következtében meghaljon mondjuk 20 évvel. Tehát ezek szerint azok a számok, de ez a kockázat, tehát azt felelősségteljesen jelenteni, hogy nincs annak nulla a valószínűsége, hogy egy robbanás következtében előjött az életét vesztése, hogy nyilván a legsúlyosabb esetleg. Én azt tudom mondani, hogy nyilván jogász. Tehát maradéktalan tudja, hogy egy engedélyező hatóság a jogszabályban foglalt takat kötelesnek tartatni. Gyakorlatilag 1 millió per év ez az esemény. De az nem nulla. Nulla nem lehet, de gyakorlatilag egy tejüzemben sem lesz kockázatmentes a működés. De ez egy propagandatárgya. Abszolút igazán van. Emiatt viszont azt ne felejtsük el, hogy ezeknek a veszélyes üzemeknek olyan kritériumrendszernek, és olyan engedélyezésnek, olyan működési feltételeknek kell folyamatosan megfelelnie, amit viszont sokkal sűrűbben ellenőriz, mint a hatóság, mint egy nem ilyen határértéket elérő üzemre vonatkozva. Tehát gyakorlatilag az ellentételezés az itt van. Én arra vagyok jogosult, hogy ami a jogszabályban benne van, ezt tartassak be az üzemmel, ezt követeljük meg minimum biztonsági szinten. Ennél sokkal biztonságosabb az üzem. De a picit tovább mennék, válaszolnék, és akkor nyilván majd az üzemeltető képviselőjét szeretne reagálni. De volt még egyéb kérdés, amit érintett. Arra azt szeretném mondani, hogy az nem azt jelenti, hogy az ön ügyfele, ha jól gondolom, akkor a környéken levő valamelyik ingatlan tanya tulajdonos, hogy ő nem épített majd egy melléképületet, vagy bármi egyemet. Lakóházról beszélünk, az a belterületi lakóövezetre minősül. Itt nincs ilyen a környéke. Tehát a legközelebb, most bocsánat, megint csak felből mondom, de talán 1,5 kilométer az első lakóingatlan. Ezek mezőgazdasági területbesorolások, a mezőgazdasági területbesorolásnak megvan. Igen, viszont mezőgazdasági besorolású. Értem. Egyébként az ott élő lakott anyáknak az érintettek nyilván bele van számítva ebbe. Tehát velük számol az ügyfél, illetve a program. Tehát ez így jönnek ki ezek az értékek. De az építési jogszabályok azok viszont megkülönböztetik a belterületi lakóvezeteket a mezőgazdasági területektől. Tehát erre tudom ezt válaszolni, hogy ami lakóház, az nem ez a kategória, hogy lakott anyag. Tehát itt a megszorítások, azok bőven nem így, nem ilyen mértékben vannak jelen. És hogy megint példát hoznék, Szegeden, Özvegyek közelében, vagy ahonnan az ügyfél jön településen, itt utcák, lakóházak népnesítek be, és lettek közvetlen szomszédai, mondjuk veszélyes üzemekre. Tehát itt... Talán a propagandatárgya depó Szegeden volt, tudom, mert napminapot járok el mellette, az az Orgyi útnál van, és ott nemhogy 200 méteres körzetben, talán ha jól mondom, 500 méteres körzetben nincs gyakorlatilag lakóingatlan. Lakóingatlan, ezt megint csak azt mondom, hogy minden az ügyben van. Más szempont, tehát nyilván más nem úgy értem, hogy a gond. Csak
akkor jogilag akkor legyünk megintek. Jogszerűen, életvételszerűen élnek. Így van, ezért ők figyelembe is vannak véve az engedési eljárásra. Köszönöm. Én egy választ mondanék. Ön mikor operációt is felettelen a félvékból szoktak csinálni ilyet, így van. Ugyanezt a kockázatot viseli el, mint itt le volt írva. Ugyanazt a kockázat. Tehát semmiben sem kisebb, semmiben sem nagyobb. Ez a kockázat, mint mikor ön bográcsodik. Csak együtt akartam mondani. Köszönöm, kérdezhetek ön tőle gyorsan valamit? Igen. Csak már önnek kérdezni, hogy konkrétan hány palack lesz általában? Tudna mondani egy szállít ilyen kövéket? 35. Köszönöm. Ennyit kérdeztek. És az hány tonna szén? Igen, csak itt kettős elzárás van, az anyagpalackokon, kalonálma vannak, ő pedig nyitott állapotban bográcozik. Nyitott hánggal, és nem tudom, hogy hogyan van rátéve a nyomásszabások, a másik meg hogyan. Sokkal nagyobb a kockázata annak, mikor bográcozik, mint mikor ott a palackok tárban vannak. Önnek teljesen igaza van, bár az az én önálló felelősségem, hogy vásárolok egy gázpalackot, ebben én vállalom azt a felelősséget, hogy az esetek felhúzzam, és ezzel együtt fogunk bográcsózni, viszont az itt élő embereket senki nem kérdezte meg, és nem ők vásárolják a gázpalackot, hanem egy depó, ahol nem tudom, hány tonna? 300 tonna, 200 tonna fölötti propagandán gáz az, ami oda települt, tehát ők nem választották ezt. Még néha bográcsozok, azzal együtt, hogy megvásárolom ezt az önök palackját, azzal együtt nyilvánom ezt a felelősséget is vállalom, hogy esetleg felrobbannak. Nekik ilyen lehetőségük jelen pillanatban nem volt. Köszönöm. És akkor nincs PV palackodó anyagban. Még egyszer mondom, hogy az azt mondta, hogy nincs PV palackodó. A volumen egy kissé nagyobb, és nem ők választották. De egyébként most megkérdezni nyilván a katasztrófa védelemei szakembereket, bár ebben nem elég beres, nem akarom húzni az időt, hogy ilyen mennyiségű 30 ezer darab palack vagy egy darab palack az gyakorlatilag milyen következményekkel járnak, esetlegesen a robbanással és az azzal okozott tűznek a továbbterjedésével együtt. Tehát mondom, hogy itt mondom, akkor nem egy palackról van, és nyilván ennek van egy tűzhatára is. Csak megkérdezném, hogy nincs olyan technológia, amivel egy olyan tűz és hangszigetelő falat húznának az üzemköré, ami abszolút nullára csökkenteni ezt a kockázatot? Mert ha minden, akkor talán ezen is elkezdte gondolkozni, és akkor nem lenne semminek aggályolt ki. Sem a 53 óta palackoznak a hangjelő évékház. 53 óta nem történt palackra tanás ebben. 53 tól, nem is tudom kiszámolni, 70 valahány éve, mondjuk 30 ezer palackkal, kockázatot lehet számolni, hogy akkor hány palack volt. Tehát a statisztika azt mondja, hogy durván 78 éve nem volt ilyen esemény. És ha Magyarországon nézem, nem csak Csokrán megyén, 11 töltőüzem van az országban, ott sem. Az atomerő munkát is teljesen biztonságra esett. Fukushima is és Csernobil is torszalta teljesen biztonságra esett. Egyszer történik meg magasz. Én elejét tudom, hogy megértettem, és értem, hogy mit járt, és az egy palack és a 30 ezer palack, vagy a depó, az önök depója és az atomerő munk között körülbelül jön a különbség. Köszönöm. Köszönjük szépen. Nyilvánvaló ügyvéd úr, szerintem itt mindannyiunk számára, akik itt vagyunk, hogy olyan üzem, akár egy tejüzemről legyen szó, hiszen az Örös úr pont ezt említette példának, nincs, aminek semmilyen biztonsági kockázata nincs. Tehát olyan üzem, legyen ez egy cipőgyár, aminek nulla biztonsági kockázata lenne, nincs, nem létezik. Tehát amiről most beszélünk, az nyilván egy olyan szükségszerűség, hogy mi fogyasztók bizonyos termékeket meg kell vásároljuk a bolt. Úgy, ahogy egy cipőt, úgy, ahogy egy PD gázpalackot, hiszen azzal főzzük meg paprikás pompit otthon, vagy hadnásolajon tovább, és vannak cégek, akik pedig ezeket előállítják.
Nyilvánvaló, hogy, és én nagyon örülök annak, hogy egy ilyen konstruktív beszélgetés alakult ki, hogy itt is megpróbáljuk azokat a biztonsági kockázatokat a minimálisra csökkenteni és teljesen körbejárni, és egyébként a településrendezési terv módosításával foglalkozó mérnök valóban, de ugyanazt mondta, hogy vannak erre olyan speciális falak, amivel ugye ezeket a robbanási, illetve tűzhatásokat két lehet úgy, nem is egy küszöbön, hanem le lehet úgy rekeszteni, hogy ne veszélyeztessen senki. Én ebben nem vagyok szakember, viszont nyilván az urak igen, és én bízom abban, hogy ők ezt körbe fogják tudni járni, hogy ez mindannyiunk számára megnyugtató lesz, hiszen a jogszabály is ezt írja elő, és biztos vagyok abban is, hogy az engedési eljárás és a jogszabályoknak megfelelően folyik le. Amire nem kapott választ, az a zajszennyezés. És én is nyilván itt figyeltem a beszélgetést, föltetszett ennyi kérdésnek, hogy ez az üzemlőködéssel kapcsolatosan, hogy majd teherautók fognak ugye kibe jönni, fölpakolják ugye a palackokat, tartalmazni azt éppen, és ugye szállítják, és hogy ez milyen zajszennyezéssel jár. Ezen egy picit magamban mosolyogtam, nyilván nincs ezzel semmi baj, aki helyi, tudja, hogy ez az üzem, ahol létesülne, ez közvetlen az autópálya szomszédságában van. Az autópályán, ugye mióta átadták 2005 óta, egy olyan állandó forgalom van, hogy ott egy állandó zajterhelés van. Ezzel nem fog tudni ez az üzem versenyezni, én ebben maximálisan biztos vagyok, hiszen mivel ott folyamatosan a nemzetközi kamionforgalomtól kezdve a vendégmunkásforgalom minden halad el, itt nem tudom, hogy ebben az üzemben hány teherautó fog naponta megfordulni, de hogyha 100 teherautó fordul meg, azt sem fog tudni akkor a zajt csapni, mint az M5-ös autópálya folyamatos forgalma. Én csak ennyit szerettem volna még így erre reagálni, mert ezt a részét úgy éreztem, hogy én is hivatott vagyok megválaszolni, és tényleg nagyon örülök, és hajrá, így tovább még jöhetnek a kérdések. És köszönjük szépen, tényleg teljesen igaza van ebben. Biztos, hogy azt, amit igénybe veszünk, az használódik is, és hobbik is. Ez ugyanígy fog történni az útjainkkal. Sánta Ferenc volt még a polgármester akkor, amikor itt az autópálya épült, és hát ő azt nagyon jól tudja úgy, ahogy akik együtt dolgoztunk el akkor mi is, hogy milyen súlyú teherautóforgalom bonyolódott ezekben az úgynevezett makadámutakon, ugye azért hívjuk makadámutaknak, mert ezeknek a valamikori közepe volt egy makadámut, és az kapott egy aszfalt burkolatot, úgyhogy a két szélén már ezekből a nagy kövekből nincs sajnos alatta, és amikor ugye ezekkel a 45-50 tonnás járműszerelvényekkel ugye erre rá másztak, hordták ugye az építéshez szükséges anyagokat, ezek mind összetöredeztek. Tehát azóta, ahogy átadták az autópályát, és ugye így készült el, hogy ezeken a kiszolgáló utakon, ezeken a 4 és 5 szárnyegyű utakon történt az építőanyagoknak a szállítása, mindig azon munkálkodtunk, hogy legyen lehetőségünk arra, hogy legalább, ha már így az autópálya megépült, följussunk rá. Hiszen ezeket az alsóbrendű utakat sajnos tönkretették az útépítésre, az autópálya megépítésére. És most valahol 2021-ben ez ugye meg is valósul, és azóta, hogy a pályát használhatjuk, hát érezzük szerintem mindannyian, hogy a pálya is azért romlik, megy tönkre. Nyilván a nemzetközi forgalom az elég jelentősen oda tesz azért ennek érdekében, de talán azt hamarabb fel fogják újítani, hiszen Székely Tamásnak hívták a közútkezelő igazgatóját akkor, amikor Feri bácsival bent voltunk, ez a 2010-es évek eleje volt, és ő megkérdezte tőle, hogy mikor fogják újra szőnyegezni ezeket az utakat, és azt mondta Tamás, hogy hát amíg ő lesz az igazgató, addig biztos, hogy nem, de ő szerint ilyen 40-43 év múlva leghamarabb. Hát abból azért már 10 év lepörgött, meg a Tamás is utána a következő évben már máshol dolgozott, tehát nem ő volt a megyei igazgató, hanem a Hunkó József úr követte, de nyilván ennek itt semmi összefüggése vagy jelentősége, arra akartam próbálni ezzel utalni, csak hogy sajnos nagyon-nagyon sokára lesz arra reményünk, hogy ezek a
tönkretett utak ugye egy új aszfaltszőnyeget kapjanak, hiszen ennél sokkal nagyobb forgalmú utak is rosszabb állapotban vannak. És én is most ezt azért mondom, mert nem értek ezzel egyet, hiszen én is ezeket az utakat használom úgy, ahogy önök is, és tudom, hogy nagyon kell erre egy szőnyeg, csak mi is mindig ezt a választ kaptuk. Feri bácsi polgármesterség alatt is, majd amikor egy kormányosanyi volt polgármesterővel, és nagyon sokszor volt ilyen kirincselés, hogy na, új aszfalt szőnyeg. Mindig ez volt a válasz, hogy a közútkezelő nyilván nagyon sok utat kell, hogy karba tartson, és ezt a prioritási sorrendet azt határozza meg, hogy egy adott útszakaszon mennyi autó halad el, és ezek az utak itt annyira nem forgalmasak, mint mondjuk a megye más részén lévő rosszabb állapotú utak. Tehát én azt gondolom, hogy használódni fog, ez biztos, amit mondott, és nyilván ezt majd javítanunk is kell, de talán lesz erre kapacitásunk is, és energiát is, hogy javítsuk ezeket. Nyilván a közútkezelő fenntartásban lévő utakhoz mi nem nyúlhatunk, azt csak kérhetjük. Ami önkormányzati út, az erre a telepre bevezető út, az viszont nekünk kell majd javítani, és ezt meg is fogjuk tenni. Most én fogalmat jelent folyamán lesz majd egy megbeszélés arról, hogy hogy lehetne arra egy új aszfalt szőnyeget húzni, ami már abban nagyon régen kellett volna. Köszönöm szépen a kérdést. Azok úgymond kisebb területeket fognak érinteni, mert alámozási
menetítést és egy értesítési zónát is meg fogunk határozni. Ez megint csak teljesen nyilvános, a külső védelmi tervet pontosan ugyanúgy ki kell függeszteni 21 napra, ahogy ez megtörtént a dokumentációval. Ugyanaz a kritérium rendszere van, és aki ebben érintett bármilyen szinten, annak személyesen meg kell kapnia majd egy lakosság tájékoztató kiadványt is, hogy neki mit kell tennie, hogyha bármilyen veszélyhelyzet előáll. Ezek a kritérium rendszere nyilván a felülvizsgálati, hogy milyen formában, milyen időközönként kell felfrissíteni és megkapni, ezt is gyakoroltatnia kell az önkormányzatnak minden évben, tehát ezek abszolút nyilvános dokumentációk és kamarok vesznek, igen. Pontosan ez a része a szervezőnek az egyik alapelve, hogy minden lehetőség szerint nyilván tisztában vele, hogy nem minden oda kerül el ki, de zömében itt a nyilvánosságnak biztos sikerült kell azt, hogy legyen rálátás az üzemelődésére. Értem, az önök engedélyezési határozatához kit nekünk? 6-7 hatóságnak küldjük meg, többek között az önkormányzatnak is. Köszönöm. Hogyha ez volt a kérdés, de igen, az önkormányzatnak is. Köszönjük szépen a kérdéseket! Várom még, illetve várjuk még, hogy van-e egy tényleg. Egy kérdésem még van, igazából nincs kijelölve külső-belső védelmi zóna, a 215 méter rekesztatás, hanem hogy majd a beszélgetési kimenetítési terv, ilyesmi, tehát azon a bizonyos zónán belül élőkre vonatkozni fog valami, tehát valószínűleg ilyen fizetjük csak, hogy ilyesmi ez lehet, egy bizonyos határon belül vagy. Tehát valami szabályon vonatkozni fog nekem rám pluszba, aki közelített. Bocsánat, ha ön az egyik érintett, aki a közelben a végén nem lesz vele ilyen. Tehát önre megkötés az, hogy most, bocsánat, az előző példa, hogy Bogrács azon a lehető legközelebbi kerítés szakaszán az üzemhez képest, nincs ilyen meg. Bármilyen esetben következik, akkor egy eljárást rendet fog kapni előre, hogy gyakorlatilag milyen tevékenységeket kell csinálni. Itt megint csak azt mondom, hogy olyan példát tudok mondani, ahol igen, lehet az árvízés, ahogy most az üzemeltető mondja, de én azt mondom, hogy megint csak egy olyan példát mondanék, ahol nagyon sokan laknak az adott üzem területén, és mindenkinek, most bocsánat, itt egy kimenekítésről van szó, akkor gyakorlatilag még mondjuk egy Szeged településen, ahol panel lakóházak vannak ülöttek, ott nem. Gyakorlatilag tételesen le van írva, hogy az érintetteknek milyen cselekvés sor kell bevesen. Köszönöm szépen. Még annyit akartam az előbb a kivett és a lakóház közti különbség, igazából nincsen különbség, mert a kivett az a külterülete a lakóháznak, a gazdasági életek és kivett van az összefoglaló neve. Tehát, hogyha a lakóház rendeletési funkcióval betöltő épület nem található a területen, akkor nem lehet kivett anya. Tehát annak az összefoglaló neve a kivett anya a lakóháznak, plusz van és gazdasági épületek. Tehát ugyanaz effektív a tanya is, mint az nem a lakóház, csak az összefoglaló néven van megemlítve, mint adott terület. Kivett anya, csak ott majd arról mondtam, csak hogy kivett, hogy lehet, hogy nem változtat semmit, csak mondtam. Köszönöm szépen. Hadd kérdezzem meg, hogy a mi hatáskörünkkel kapcsolatban van-e bárkinek egyezési eljárása kapcsolatban kérdése? Igen, van. A vadászatot kérdezték, beszéltek éve, hogy nekik mekkora lesz a közelíthetőségi területek, Csengeli Vadásztársaság. A mi hatáskörünknek nincs erre kiterjedően hatásköre. Tehát ezzel kapcsolatban nem tudom, hogy hogy ott nem egy vadász terület. Oké, de gondolom, ott a szomszédos anyákba se lehet vadászni. Van-e valami szabály erre, hogy a remény az
felé nem lehet lőni. Itt autópálya felé lehet lőni, de megengedjük, de befelé nem szabad lőni. De gondolom, a szomszéd tudjába se lőnek meg, valósan. Hozzám intézik kérdést, vagy az üzemeltető felé? Az üzemeltető felé jöttünk a kamionos cégének a tulajdonságot, hogy valami van, hogy nem adták. Csak annyit nem szűk. El lehet fogadulni, csak be kell venni a szembelőt és átmegy sem lehet. De nagyon örülünk, hogy van, de ez szűk. Itt a formulós, egy napi egy kamió jön ide, meg három kis terautó, ami három egyéb. Gondolom, a szomszéd anyákkal is akkor megfordul egy út a voltak. Három autó elve. Jó, nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen. Lehajtott egyébként egészen nyugodtan használhatja bárki, tehát semmilyen korlátozás, megkötés nincs. Abban, hogy a táblák nem kerültek ki, abban volt egy pici trükk, azok az ilyet jó voltából, akiknek ezúton is köszönjük, hogy nem lettek kirakva, hiszen mi ezzel úgy voltunk, hogy magunknak harcoltuk ezt ki. Tehát átmenő forgalmat nyilván nem szerettünk volna generálni. Aki Csengerei, mindenki tudja, hogy hol van, be tud jönni. Táblázni nem igényeltük egyébként. Nem is tudom, hogy így kitábláznak egyáltalán, de erről volt egy megbeszélés az üzemeltetővel, ami az akazi erdővel, és mi ezt kifejezetten kértük is, erről van jegyzőkönyv is, hogy ez ne legyen itt kitáblázva, de nem is volt ennek semmi gátja, és ez szerintem így is fog maradni, mert pont ezzel is védeni próbáljuk a falut, mert egy átmenő forgalom. Az a autóforgalom, amit pedig az Abolcs Robert úr elmondott, azt szerintem nem gondolom, hogy ott annyira zavaró, még akkor sem, hogyha ez megduplázódik. Hagyja Istenem, megduplázódjon majd. Én nem szeretném húzni az időt, hogy én beszéljek, ha bár nagyon imádom a saját hangomat, de inkább az önök kérdését szeretnénk hallgatni. Akkor szerintem a közmeghallgatás részre pontot teszünk, és nagyon-nagyon szépen megköszönjük mindenkinek a kérdéseit, illetve megköszönjük a meghívott vendégeinknek az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságoknak a részvételét, illetve a fölvilágosítását. Én azt gondolom, hogy ez az engedélyezési eljárás rendben le fog zajlani. Nyilván erről úgy, ahogy eddig is tájékoztatni fogjuk önöket, akár a Facebook oldalunkon, akár a hirdetőtáblákon, akár a helyi újságon keresztül majd. Nagyon bízom benne, hogy minden rendben le fog menni, és abban is, hogy a Tóth Józsi által felvetettekkel, tehát ezek a biztonsági okaikkal is majd sikerül egy olyan megoldást találni, ami mindenkinek meg fog felelni, és ő is biztonságban fogja ott érezni magát. És akkor ezen a közmeghallgatást bezárnám. Kérem szépen, hogy engedjék meg, hogy kikísérjem a meghívott vendégeket, hiszen ennek a falugyűlésen nem maradnának.
egy rövid technikai szünet, amikor mindenkinek vesz ide, és éppen végeiséget is meglátogatni, utána folytatnánk a falu gyűlés. Köszönöm szépen! Tavaly ősszel volt egy közben a hallgatás, november 22-én, hogy itt fejlődik, emlékszem, de november végén mindig ugye minden évben november utolsó csütörtökén szokott összegyűlni, azért, hogy közben hallgatást tartsunk, és az a közben hallgatás, én úgy éreztem, hogy nem sikerült annyira jól. Mire gondolok itt most? Arra, hogy nem tudtuk önnek a sokat. És valószínű, hogy ennek az a, az oka is, ami a mi hibánk, hogy nem volt annyira megfelelően kihirdetve. Most próbáltunk nem csak szóval, hanem több plakárkkal is, meg mindenféle fórumon ezt a mostanit, hiszen az a téma, ami az első pontban lement, az azért elég fontos. És én annak nagyon örülök, hogy látom az engedélyző hatóság részéről és azt a hozzáállást, hogy egy nagyon biztonságos üzem lesz, hogy csak az engedélyeket kiadni. Ezeknek az üzemeknek viszont örülök, most itt fölmerülnek a kérdés, hogy milyen többes számba beszélek, hiszen a Prima Energia ez csak egy, de van ugye egy másik cég is, a telephelyet vásárolt itt a gyermekácsnak a benzinkútjával szemben pont, és ott ugye ipari állományokkal kapcsolatos depót fognak létesíteni. Hát ez talán még kevésbé veszélyes, mint a propánbutángáz csövetele, és ez is most jövőre már be fog indulni, ez az üzem az ígéretek szerint, adja Isten, hogy így legyen. Ezeknek a telephelyeknek nyilván nem is csak az a cél, hogy ez a vállalkozások jól járjanak és profitot termeljenek, bár nyilván valami ez motiválja őket, hanem az, hogy próbálunk helyben munkahelyeket teremteni. Hiszen úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb. Így az első napi rendi ponttal kapcsolatosan, hogy ennek folytatásoknak ennyit szerettem volna még elmondani, és most tényleg, mivel már másfél órája itt voltunk bent, csak így röviden szinte engedjétek, hogy csapolva beszéljek azokról az eseményekről, amelyek tavaly ősz közben hallgatás óta történtek, amiket érdemes megemlíteni. Nyilván a teljesség igénye nélkül, hiszen mindent felsorolni nem fogunk tudni, azért nagyon sok minden történt, és nem is szeretnék, hanem csak tényleg azokat, amik fontosak volt. Legelőször is mindannyiunknak van szerintem fúd útja, Norton kút, amikor ugye öntözünk, és mindenkit ez nagyon érdekel, hogy mi lesz ezekkel a tudattal. Most egy 40-29-es számú törvényjavaslat készül el, amit ugye a jogalkotó be fog majd ugye terjeszteni ugye az országgyűlés felé, és ezt nem fogják vitatni. Ez egy nagyon-nagyon előremutató törvényjavaslat, és engedjék meg, hogy puskázzak, hiszen annyira friss, mint hogy én is így ismertem csak meg, tartalmát. Ez arról szól, hogy az összes olyan kutat, ami 2024. január 1-jel előtt létesül, és háztartási vízigényt elégít ki, vagy mezőgazdasági öntözés céljából használják, ezeket teljes körűen mentesíti az engedélyezési kötelezettség alapot. Tehát ez azt jelenti, hogy az ilyen célból használt kutak jogszerűen létesítettek tekintendő. Ez nagyon-nagyon jó lenne, hogyha ezt így elfogadják, hiszen rengeteg adminisztrációs anyagi terhet is levenne a vállunkról, nem kellene ezeket eljúlni. Ahogy ezzel kapcsolatosan van fejlemény, nyilván erről tájékoztatni fogjuk önöket, ezt azért mondtam el, mert mindannyian meg vagyunk ijedve, hiszen most ezért végéig van a határidő, és nem tudjuk, hogy most hívjuk-e 30 000 forintté valakit, aki majd ad hozzá papírokat, és akkor ugye megtörténik az engedélyezési eljárás, vagy sem. Nyilván tudjuk, hogy ez kidobott pénz lesz-e. Én még mindig azt szeretném kérni, hogy legyünk türelemmel. Én is ugyanígy vagyok, tehát én is ugyanezt csinálom ugye a saját magam portáján is, hogy nem szaladjálok sehova. Várom azt, hogy ide kijöjjön, hiszen nagyon-nagyon sok olyan út van, ami tényleg mezőgazdasági öntözés céljára épesül, és olyan szerencsénk van, hogy az a kormány, amit ugye jelenleg Magyarország kormányának tekintünk, illetve ami működik ugye már idestóba 13 éve, és olyan intézkedéseket hoz, amely a mezőgazdaságból élőknek, illetve a mezőgazdaságban foglalkozóknak azért igen jelentős támogatást nyújt. Tehát valahol joggal számítunk arra is, hogy a kutak engedélyezése is így fog majd történni, hogy nekünk ez könnyebbséget fog jelenteni, nem nehézséget. Vannak elképzelések arra vonatkozóan, hogy augusztus végig majd fel kell állítani egy úgynevezett vízvédelmi adatbázis térképet, ami arra, aminek nyilván az a célja, hogy az ivóvíz készletet megvédjük.
hiszen ez nem csak a miénk, hanem a jövő generációknak is ez lesz az ivóvíz részlete, és ez kétféle célt is szolgál. Az egyik az az, hogy a vízkivétel mennyiségét próbálja úgymond egy meghatározott keretek közé szorítani, hogy ne korlátban legyen. A másik pedig az, hogy ugye azok a kutak, amelyek belecsatlakoznak ebbe a rétegnek, a vízrétegbe, a szennyeződésnek kerülhessen bele az ivóvíz rétegbe. És ez szerintem nagyon is előremutató javaslat. Arra vonatkozóan, hogy 2021. január 1. után, ha valaki utat akar majd létesíteni, azt hogy teheti meg, erre négyféle variáció van. Van ugye a háztartási kút, illetve van a gazdasági célú kutak. Ezt a kettőt ugye elkerült a törvényjavaslat. Háztartási kút az, amelynek a talpmélysége az 50 métert nem haladja meg, nem éri az első vízálló réteget, és 500 köbméternél kisebb lesz az éves vízkivétele. A gazdasági öntöző kutak pedig ugye azok, amelyek ezeknek nem felelnek meg. Tehát vagy nagyobb a talpmélysége, vagy több ugye a vízkivétele, vagy érint ugye az első vízálló réteget már. Az engedélyezésben annyi különbség van, hogy attól függően, hogy a település kockázatmentes vagy kockázatos besorolású, az egyiket elég lesz csak bejelenteni, a másikat be se kell jelenteni, ugye háztartási célú, de én ennyire nem szeretnék ebbe belemélyedni, hiszen ez majd elfogadják a háztartási jogszabályt, akkor mindannyiunk előtt ismert lesz, és segíteni fogunk abban, hogy ezt a jogértelmezést önök felé megtesszük, hogy mindenkinek egyértelmű legyen. Ami viszont nagyon pozitív, az az úgynevezett útamnesztia, a 2024. január 1-jel létesített utakra, amelyek az 50 méter tartmését nem érik el, vagy mezőgazdasági célöntözés céljából készültek, ezeket kiveszi az engedélyezési eljárás alatt, tehát jogszabályi és utatmélyesülnek. Úgyhogy így a utakkal kapcsolatban ennyit szerettem volna elmondani, és itt most meg is állnék egy picit, azért, hogyha ezzel kapcsolatosan bármilyen kérdésem van, arra megpróbálok majd válaszolni, nem biztos, hogy sikerül, hiszen nem annyira más kitalmányokat a témába, inkább ezen a várakozó állásponton vagyunk, hogy mi lesz ezzel a törvényjavaslattal. Parancsoljon! Akkor száguldanánk is tovább. Nem hoznak ezzel az időt. A következő, amiről beszélni szeretnék, az az önkormányzatunk gazdasági helyzet. Miért is beszélünk erről, hiszen ősszel beszéltünk erről. Azért kell erről beszélnünk, mert nyilván az az időszak, ami a hátunk mögött van, mindenki érzi a saját bőrén is, hogy sokkal drágább lett az élelmiszer, hogyha nem lakossági tarifát fizet valaki villanyáramért, vagy a gázért, akkor az bizony sokszorosába kerül. Ez az önkormányzatokat is nagyon súlyosan érintett. Itt mi is nyilván mérhetjük az intézményeket, nem kapcsolatunk a közvilágítást éjszaka úgy, ahogy ugye több település sajnos erre kényszerül, itt akár a kis térségben is. Nyilván ennek is vannak biztonsági kockázatai is, meg lehet, hogy vannak előnyei, és ezeket most nem szeretném mérlegelni. Tehát mi megfelelő szinten működtetjük az intézményeket, biztosítjuk ugye a közérkeztetést, illetve minden olyan szolgálat, anyagokat, szolgálatok, ez a védői szolgálat, ami korábban működik. De nem tudunk annélkül elmenni ezek mellett a tények mellett, hogy meg nem lépteni, hogy bizony azok a gázszámlák, amik 60-80 ezer forintba kerülnek, azok most közel 1 millió forintba kerülnek, hiszen mi piaci árat fizetünk, akár az óvodakonyhán is. Most erre van majd ez az önkormányzati hatóságnál bevezetés, ami ezt viszont befelezi, tehát valamivel megint ez meg normalizálódik, és jelentős költségsökkenést fog azért jelenteni, de most eddig még ugye nyilván ezeket fizet. Miért is mondom el ezeket? Azért, mert szeretném azt, hogyha mindannyian látnánk, hogy sajnos a helyzetem olyan rózsás, tehát itt a Covid után bejött ugye az orosz-ukrán háború, és ennek a gazdasági hatását azért mi is érezzük. Másban nem, hogy az üzemanyag ára az elég jó, habár most az is normalizálódott, de vannak nyilván erre vonatkozó is információk, hogy majd ez is újra föl fog törni. Gazdasági helyzetünknél azt szeretném még megemlíteni, hogy 48%-ban önfinanszírozóak vagyunk. Mit is jelent ez? Az, hogy az adott éves költségvetésünknek a 48%-a saját bevételekből kerül finanszírozásra. Ez a korábbi években, tehát mondjuk 10 évvel ezelőtt ez durván 90% körül volt, ami állami támogatás volt, és csak 10%-ban voltunk önfinanszírozóak. Tehát itt azért elég jelentős, ami változás történt. Nyilván maga a bevétel szerkezet átalakult teljesen, ez ugye helyi körüzési adó, bár
változásoknak is köszönhető. Itt többekbe fölmerül a kérdés, hogy ha már helyi körülzés adó, hogy akkor mi van a kóser vágóhíddal. Erről itt nagyon hivatalosan én nem is szeretnék, illetve nem is tudnék beszélni. Nálunk ők be vannak a jelentkezve működnek, tehát az, hogy most ott dolgoznak, nem dolgoznak, azt hiszem mindannyian tudjuk azt, hogy a baromfi ágazatot madárinfluenza igencsülésen érintette. Tehát nem csak itt, hanem az ország többi részén is az ezzel foglalkozó üzemek, akik erre az ágazatra épültek, azok sajnos most hallgatnak. Tehát üresen állnak, és úgy, ahogy azok, akik ezzel foglalkoznak, tehát vízi szállást tartanak, nagyon várják, hogy újra tudjon indulni, úgy nagyon várja ez az üzem, hogy újra indulhasson, és hogy végre várhassanak, hiszen nem azért építették ezt ide, hogy ott üresen álljon, és az áram is üresen hangjon ugye az épületekben, hanem termelni szeretnének. Úgyhogy nyár folyamán talán újra fognak tudni indulni. Nekem ez az információban tőlük is bízom abban, hogy ez végig fog történni. Válságkezelés, infláció, miről a kosmányc ezeket értem itt össze így magamnak, hiszen amennyire jól indultunk, úgy azért ez az infláció annyira nekünk is úgy gondolva vágott, és itt többféle formában látott ilyen kedves híresztelés a faluban a világot, hogy állt az önkormányzat a fizetésképpel, már nincs is pénzük, hogy kifizessük a számlákat, pont. Illetve a tavalyi év költségvetési rendelet módosításával kapcsolatosan, ahol ott ugye az őszi hónapokban, mind az október, mind a novembernél ugye mínuszok jelentek meg a számlán. A mínusz az ugye azt jelenti, hogy onnan nagyobb összegeket átvezettünk. Hova vezettünk ezeket át? Most akinek már lekötött betétel volt, azt tudja, hogy ezt a folyószámláról lekötött betéti számlára átvezetik, és nyilván a folyószámlán ez egy mínusz, lekötött betét az ugye nem jelent. A folyószámlán viszont a legtöbb betét kamatozik, és mivel ugye sajnos ilyen hatalmas mértékű infláció van, meg is olyan rosszul kamatozik, hiszen 100 millió forint, 10 millió forintot hoz közel kamatot, hogyha nem törjük föl az adott időszak, az egy év lejárata előtt. Na most teljesen más az a helyzet, amikor egy önkormányzatnak nincs pénze, vagy amikor van pénze, de le van kötve betétbe, és nyilván azért próbál takarékoskodni, hogy ezt ne kelljen föltörni, és nem tudja el ezt a kamatot. Nálunk szerencsére ez az utóbbi a helyzet, ezek egyébként teljesen nyilvános adatok, tehát ezeket bárki megnézheti, hogy egy költségvetési rendeletünk, az árszámadási rendeletünk, ami most május 31-án, előtt azt hiszem 30-án került elfogadásra, ezek mind nyilvános adatok. Tehát ugye bárkiben, bármilyen képeiben nyugodtan bejöhet, megmutatjuk, megnézheti, nem zselekomacsal. Fontosnak tartottam elmondani, pont azért, hogy az ilyen kószak legyenekre meg tudjuk fölülni. És hál' Istennek most is úgy állunk, hogy szeptember 20-25-e körül talán már majd el tudjuk azt is énekelni, hogy 220 felett elhúzza a valóságot. Na, a viccet félretére, tehát jelentős változások vannak, amelyek nyilván konkrét számításokon alapulnak, mind ugye adóbevételek szempontjából, mind pedig ugye kamatbevételek szempontjából a legtöbb betétekkel. Tehát az önkormányzat stabilában van el, nem kell senkinek se azt hinni, hogy fizetésképtelenek vagyunk, viszont nyilván úgy, ahogy mindenki más, mi is próbálunk takarékoskodni. Nem zártuk el a gázt, például itt mindjárt a faluházba előtettük ezeket a klímaberendezéseket, hogy lehessen bele télen fűteni, harmadába kerül, mint a gáz, utána zártuk el a gázt. Nem kapcsoltuk a közvilágítást, még nem is tervezzük megkapcsolni, de a képviselőtestek is teljesen egyetértettük, ezt nem szeretnénk megkapcsolni. Hogy vonalnak már így ezzel a válságkezeléssel ennyit óhajtottam volna elmondani. Nyilván azok is azért elég jelentős terhet rólnak ránk, hogy most például november végén még a szociális tűzifáról nem nagyon tudtunk beszélni, azóta pedig már le is zajlott a 2022 évi szociális tűzifa. Itt 296 köbméter volt, amit kiosztottunk, és 190 köbméter volt a támogatás. Pontosan látszik, hogy 100 köbméter tűzifát kellett nekünk saját erőből a dűlőutak mellől kiszedni, és ezzel kiegészíteni azért, hogy mindenki élelmező, aki jogosult volt, hogy a tűzifára kaphasson a tűzifát. És én úgy tudom, hogy ugye adtunk is mindenkinek. Itt beszélhetnénk ugye arról, hogy ugye milyen szociális kiadások mentek ki az önkormányzatok aztán 2022 novembere óta, akár temetési támogatás, akár lakhatási támogatás, akármi, ezek durván 11,5 millió forintot tesznek összességében, amit
fizettünk így. Ez is azért elég jelentős. Nyilván azért fizettük ezeket, mert azt gondoljuk, hogy ebben a nehéz helyzetben az a szociális áll, amivel próbálunk a lakosok alá nyúlni, még erősebb kell, hogy legyen, és tényleg próbálunk minden bajba jutó rászoruló segíteni. Szociális kapcsolatban, sajnos az idén megint kevesebbet fogunk kapni, nem csak mi, a többi település is. Nyilván ennek az az oka, hogy a válság nem csak nálunk van, hanem az azért nem csak országos, hanem egész kontinens szinten elég jelentősen gyűrűzik. De bizonyára azt is látták már, hogy mi előre gondolkodtunk, tehát oda a Móra Ferenc utcai kormányzatunkban arra egy elég szép kerítést építettünk. Az a kerítés az már abból a fából van, amelyet majd az idén, illetve 2024. januárban szólt tűzifaként ki fogunk osztani, hogy a földarabolva, tehát már erre így készülünk. Beszélnünk kell arról is, hogy az önkormányzat fele rendel egyre jobban a temető karbantartása. Eddig is besegítettünk, viszont nyilván egy temető vannak, aki eddig ezt lelkiismeretesen csinálta, időskora miatt már nem annyira tudja ezt ellátni, és egyre többször van az, hogy segítséget kér, hogy az önkormányzatban mi ebben mindig próbálunk segíteni, és ezúttal is köszönjük neki, hogy eddig is ezt lelkiismeretesen csinálta. Bizonyára látnám azt is, hogy a Csengereháznak kivágtuk ugye a fákat, ezek azok a veszélyes fák voltak, amelyek ugye egy nagyobb viharnál, mivel járfa volt, nagyon csúnya és kiszámíthatatlanul tud törni. Ezeket ugye azért vágtuk ki, hogy egyik épületet sem veszélyeztesse. Fogunk a helyére ültetni olyan fákat, amelyek lehet, hogy nem nőnek ilyen gyorsan, de stabilabban lesznek és viharállóban, hiszen az időjárás, amelyek az önirányú változók, hogy egyre többször kell ilyen időjárásra várják a számban. Olyan viharok meg szelek, amik korábban nem voltak. Jól halad a sportöltözés konditerem építése is, itt is ezt nyilván nem véletlenül hoztam föl, hiszen sokan ugye azt látják, hogy majd ki fog oda költözni, tehát az őnek épül ez a ház, tényleg sajnos az égnek át, amikor meghalott, mert szerintem Tibinek van hol lakni, viszont ez az öltöző, ez most idén nyáron még el fog készülni, és utána pedig ott ugye az egyik szobát berendezzük a konditermet, és amire fiatalok már nagyon régóta várnak, és nyilván ez is egy olyan régi vágy, mert a településnek, amelyet most meg fogunk tudni valósítani, és akkor lehetőség lesz, hogy egy helyben tudjanak edzeni, tehát ne kelljen más területekre elmászkálni. Közterületek, illetve dűlőutak tartása. Bizonyára feltűnt önöknek, hogy próbáljuk a közterületeket komfortosabbá tenni, kihelyezésre kerül, hogy műlő alkalmatosságok, amivel akár József Attila téren, akár máshogyjára le tudnak ülni, tudnak beszélgetni egy picit, tehát itt is a település életed jellegét próbáljuk ezzel előre mozdítani, illetve virágosításokat hajtottunk végre, zöld területeket ápoljuk. Hát, van még mit csinálni, de én azt gondolom, hogy nagyon szépen dolgoznak a kollégák ezzel, és nagyon előremutató az, ahogy haladnak. És mindig nincs vége, tehát még nem fejeztük be, meg fogjuk tovább csinálni, csak reméljük azt, hogy az önöknek is tetszik, hogy így próbáljuk a közterületeinket minél szebbé tenni. A játszótér is, amit ugye az Árpád utcában elkészült, ami ugye először 2008-ban volt ő Feribács idejében pályázaton átadva, azt is ugye oda visszaállítottuk, hogy az ott élő környékben lévő kisgyermekes családok is örüljenek neki. Oda tartozom még egy bicikli támaszkóval, ami jelenleg festés alatt, mert illetve fog egy ilyen kis kerítést is kapni ez a játszótér, ami azt a célt szolgálja, hogy a gyereknek tudjon az útra visszaladni. Habár szerencsére az utcán, az Árpád utcán nincsen nagyon nagy forgalma, de mégis azért vigyázzunk a gyerekekre is, hogy nem passzunk visszavegyen, de oda fog még egy ilyen kis kerítés is kerülni. Lémával kapcsolatban akartam meg elmondani, hogy nem csak ide, hanem az ifjúsági táborozó helyre is kértünk ajánlatot, és a nyári ifjúsági táborozóért, ami 2012-ben nyári táborozóhelyként épült, és azért nincs benne fűtés, hiszen az akkori bejegyzésen ez nem volt lehetséges, hogy fűtés legyen benne, mert akkor nem nyári táborozója lett volna. Ebbe is fogunk elektromos fűtést, meg klímákat szeretetni, hogy ez télen is bármilyen rendezvény céljára igénybe vehető legyen, illetve bármilyen más célra is. Az önkormányzati ingatlanok, tehát akár az is iskola, hiszen az iskola is ugye a mi tulajdonunk, és itt majdnem el is sikkadtam az, hogy a sportöltöző, az új sportöltöző, ahol készült, az is önkormányzati tulajdon, tehát maga a telep is önkormányzati tulajdonunk, illetve a ráépülő új sportöltöző is az önkormányzati tulajdonát fogja gyarapítani,
a mi vagyonkat azt terembe fog bekerülni, és az nekünk egy olyan vagyontárgyat lesz, amit ugye a fenntartási időszakra járható után bármilyen más célra is hasznosíthatunk. Ezeket azért annak szükségesnek elmondani, mert velem is ugye nap mint nap szembe jönnek azok, hogy de miért csináljuk? Megint buszinak építettek valamit, meg hadnásról olyan biztos önök is találkoztak vele, hogy itt most nem erről van szó, hanem logikusan az önkormányzat vagyonát próbáljuk gyarapítani. Szóval visszamanyagodva az önkormányzati ingatlanokra, iskola, gyógyszertár, hivatal, piactér, ezek azok az ingatlanok, illetve sokan még táborozóhely, régi sportöltöző és nagyon sok más ingatlan, aminél sajnos odaért az idő, hogy a nap sugárzását, az UV sugárzását az elején, ezeket a fa részeket oda vitte, hogy muszáj őket festeni. Ez is ezen a nyáron meg fog valósulni. Nagyon nehezen találtunk rá vállalkozót, hiszen a Zoli Jéventecset volt, akit megnézték, hogy ajánlatot sem, nagyon nagy munka, tehát sok az épület, nagyok a felületek, és sajnos ezeket le kell festeni, mert tönkre megy ez a szerkezet, ez a gyönyörű szép fa szerkezet. Ezt is az idén nyáron meg fogjuk csinálni. Külterületi dűlőutak karbantartása, ez is folyamatosan zajlik, tehát minden dűlőutat próbálunk ugye úgy karbantartani, hogy azok jó járatban legyenek. Nem egy autópálya színvonalon, de azért 30-35-40-nel simán lehet rajta úgymond szárnyalni. Veszteljük is őket, mert a tibérzetét volt autóval, amikor meg mindenki szokott szólni, hogy na, ez itt rossz, hogy mi a rossz. De önöktől is nagyon-nagyon szépen kérjük a visszajelzést, hogy ha valahol rossz, akkor szintén persze bennünket bárnyal fel, csak mellette szóljanak is, hogy na, ez itt rossz, és akkor lehet, hogy hamarabb fogunk tudni róla. Itt ehhez kapcsolódóan szeretném megköszönni ugye a segítséget önöknek, amit nyújtottak ugye nem csak a visszajelzésekkel, hanem itt volt a falunapok, ami most lement, és nagyon szépen ki volt kattintva a falu, nem csak a közterületek, nagyon ápoltak, és itt a Vincelodi, illetve az önkormányzati dolgozókkal, a Robi irányításával szerintem hihetetlen, hogy milyen mennyiségű munkát végeztek ezzel. Viszont ehhez kapcsolódóan a házat is, illetve a kertet is minden nagyon szép rendezett volt, és ez az önök szorgalmának, illetve az önök hihetetlen munkabírásának köszönhető, úgyhogy ezt is nagyon szépen szeretném megköszönni, egy ilyen gyönyörűvé varázsolták a települést, hogy mindenki csak álmélkodott, aki más településre érkezett, hogy milyen szép kis település is. És a visszajelzéseket pedig tényleg nagyon várjuk és köszönjük szépen. Falunapokkal kapcsolatban el szerettem volna még mondani, hogy ez a rendezvénysáta, amit láttam, annak ez az első állása volt, most mutatkozott be, ezt egy pályázatos keretből sikerült beszereznünk, és ez a sáta lesz csengelyén, tehát ez minden egyes rendezvénye itt van, nem kell kérnünk se honnét. A színpad az viszont ismeretlen volt, ez egy profi színpad volt, nagyon jó szolgálatot tett, és azt gondoljuk, hogy ezt az elkövetkező években is megpróbáljuk elkérni az ilyen rendezvényekre mindig, hiszen tényleg ez egy profi színpad volt. A falunapok most 4 naposra sikeredett, ezért itt is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki ezzel kapcsolatosan dolgozott, és itt tényleg fölsorolni sem tudnám, hogy testületülésen megpróbáltam kezdve ugye a családunapot, Ákos, illetve Makányákos, illetve Csányi Robi, akik szervezték, aztán vittem ugye tovább az összes többi napokat a motoros napon, amit alpolgármester úr és családja nagyon nagy hívvel és buszkalommal szervezett, de most nem fogom ezt tudni végigmondani, mert az a baj ezekkel a felsorolásokkal, hogy mindig valaki kimarad, és az a valaki, aki kimarad, megsértődik, és nem szándékosan marad ki, úgyhogy most csak így gyűjtően annyi, hogy szerintem egy szuper ünnepes falunapok volt, és nem mondom azt, hogy jövőre megpróbáljuk majd überelni, de megpróbálom legalább ilyen színvonalon összehozni egy falunapot, és remélem, hogy mindenkinek nagyon tetszett, és nagyon-nagyon nagy köszönet mindenkinek, aki ezzel kapcsolatosan dolgozott. Hivatal a kerítés építése. Ez az egy valami kimaradt itt ilyen kis puskámban, amit ilyen házlatpontokat írtam, hogy mik azok, amiről beszélni lenne érdemes. Ez jelenleg is zajlik. Itt arról van szó, hogy pályázatban nyertünk erre egy magyar főprogram keretein belül támogatást. 2,789 millió forint így fejből, hogyha jól emlékszem. Nyilván ez a költségtől teljesen nem fogja betakarni, de ez arra jó lesz, hogy a faluképítőt is meg tudja egy picit szertéteni, hiszen az a kerítés, ami ott volt, az a
intéztek, és ez lebontásra került, és a helyén egy ilyen sokkal kisebb, modernebb kerítés fogja állni, ami nem is fogja az összes közterületet bezárni, hanem úgymond egy picit kinyitja felett az egész József Attila tér felé, megpróbálja ezt a környéket szentté varázsolni. A hó végére nem is, de talán jövő hónap elejére ez is el fog készülni, ezt is saját előből csináljuk az önkormányzati dolgozók, akik csinálják ezt a kerítést. Az anyagokat pedig ugye megvásároltuk hozzá az egyik ilyen nagy áruházláncnak, mert most már annyira szeretném megválni csinálni. Én nagy vonalak, hogy ennyit szeretném volna elmondani, mert figyeltem, hogy 19.30 körül lett vége a közmeghallgatási résznek a Prima Energiával kapcsolatban, most pedig ugye 20.13, tehát ez már azt jelenti, hogy lassan 2 óráig fogunk ülni, és nem beszélnék tovább, nem szokorítanám a szót, viszont önöknek mindenképpen a lehetőséget most meg szeretnék adni, hogy bármivel kapcsolatot kérdezzenek, ami önökben fölmerült, akár az önkormányzat működéssel, az önkormányzat intézmények működésével, vagy a hivatal működésével kapcsolatban, rendezvényekkel kapcsolatban, tényleg bármivel kapcsolatban. Örülök, hogy ezzel is hozzá tudtam járulni a községünk fejlődéséhez.
és csak ennyit szerettem volna, hogy nem nekem épül, nem ott fogok maradni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Szerintem már is fogjuk azt tudni majd látni, hogy mennyire hasznos, amikor elkészül, hiszen hál' Istennek nagyon sok focis csapat van, tehát a egészen fiataloktól kezdve, egész ugye a nagyobb korosztályokon keresztül, azért ez egy nagyon-nagyon népszerű sportok csengeli. És másrésztről pedig azt gondolom, hogy a konditerem is egy nagyon régi vágya a településen élő fiatalok. Úgyhogy ez mind a kettő így meg fog valósulni. És Tibinek tényleg nagyon szépen köszönjük meg ezt a pénzt, ezt ő hozta össze, ami több mint a fele a bekerülési költségnek. És akkor még arra ne is beszéljünk, hogy a kivitelező is rávaló tekintettel vállalta ugye ezt az árat, amiért már csak a négyzetméter figyelembe véve se lehet még lakóházat se építeni ekkora nagyságban. Tehát viszont én nyilván azért beszéltem erről ennyit, mert vannak nem csak itt mindenhol, tehát nyilván más településen is, kistereken is azért össze szoktunk gyűlni, van a kistereki többcélú társulás, ahol a társulási tanácsban másik hadtelepülés polgármesterével együtt meg szoktuk vitatni azokat a dolgokat, hogy milyen településen, egy településen milyen települések vannak, és mindenhol azoknak azért rossz indulatú híresztelések, nyilván név nélkül mondjuk őket, de nincs is ennek jelentősége. Néha jó tiszta vizet önteni a pohárba, és akkor látják az emberek, mi történik, és nyilván a dolgok mögött. Most is így ezt próbáltuk meg ezzel, úgyhogy ebben megköszönöm is a segítséget neked is. Na, erről ennyit, és várjuk még a kérdést. Ez közeledben nem rabolnám tovább senkinek sem az idejét. A szó, ami következik, az a köszönet. Nagyon-nagyon szépen köszönjük Önöknek is, és előtestületnek is, hogy időt szántak rá a jegyző úrnak is, és eljöttek erre a falu gyűlésre, amelynek közmeghallgatás volt, hogy az első napi rendi pontja. Itt a létesítendő PB gáz cselepelettel kapcsolatosan, ami egy logisztikai depó lesz, a többi része pedig már az elhangzottak, és én bízom benne, hogy mindenki választott a kérdésére. Amennyiben nem, akkor bármikor fordulhatnak hozzánk, bizalom, hogy a hivatalban is. És további szép estét kívánok mindenkinek, és köszönöm a részvételt.